Elnök úr, tisztelt ház! Valamennyien tudjuk, hogy a médiáról szóló 2010 évi 185-ös törvény szabályozza a műsorszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapnak a helyzetét. 136. paragrafus szerint segítek képviselő úrnak, mert ő a tévére redukálta a tudomását. Az alap olyan elkülönített vagyonkezelő és pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás, a közszolgálati közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltató szervezet átalakításának támogatása, közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, az elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása, a tulajdonosi joggyakorlás alatt álló állam és saját vagyonának gondos kezelése és gyarapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása, illetve elvégzése. A média tanács felügyelete alatt működik, amelyet jól tudjuk, hogy a parlament választ meg, tehát nem kormányzati alárendeltségben működnek, és nem párt alárendeltségben működnek. Ez persze önöknek szokatlan, hiszen ön az őszödi beszédet is igazságbeszédnek nevezte, vagy éppen a szemkilövések idején. Nem emlékszem arra, hogy bármilyen alapjogi aspektusból megközelítő cikket írt volna erről a kérdésről. Azt hagyjuk, hogy amint említettem, hogy az MTVA nem egy televízió, tehát, de majd a kívánok képviselőre elküldjük a törvény szövegét is önnek természetesen. Inkább beszéljünk arról, hogy ön úgy propagandázik, hogy az ön pártelnöke korábban belehazudott, és most is az emberek szemébe. Nem is egyszer, hanem visszatérően, mániákusan, folyamatosan. Idézném Gyurcsány Ferencet, nyilván végig hazudtok az utolsó másfél-két évet. Ezt soha nem ismételte meg ön a pártelnöke, az akkori pártelnöke helyett. Teljesen világos volt, hogy amit mondtunk, az nem igaz. Most mitől változtak volna meg? Miért lenne más az ön felszólalásának a tartalma? Sőt, azt is mondta, hogy majdnem beledögtöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, hogy ha kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Még nincs dél, úgyhogy nincs esélyünk arra, hogy ön igazat mondjon ebben a történetben. Kérem, hogy ezt azért vegye figyelembe, amikor itt értékeljük a szavait. Ön agitációs propagandáról is beszélt. Az ön pártelnök egy ballos propagandával kapcsolatban is megszólalt ősződön. Megint csak idézném. Felkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak. Bevonni őket ebbe a folyamatba, megtanulni nem fölsziszenni minden pillanatban, és menni előre. Ön ebben az időszakban talán jól emlékszik, reméljük, hogy erre emlékszik, a pártalapítványi tulajdonban levő kommunista utódlap a Népszabadság belpolitikai újságíró és parlamenti tudósítója volt. Egy kérdésem lenne önhöz. Ha már itt agitpropozik, tisztelt képviselő úr, kapott-e ön felkészítést Gyurcsányéktól abban az időben? Különösen azért kérdezem ezt, mert a beszéd nyilvánosságra kerülése után ön hirtelen Gyurcsány kormányzati csapatának tagja lett, majd újra újságíróként dolgozott, majd újra pártemberként. Ennyit a közszolgálatiságról. Az agitációs propaganda kapcsán még egy dolog. Míg még élénken emlékezünk a pártkeltére, akarom mondani a közszolgálati televízióban futott napkeltére. Ön az őszödi hazugságok éveiben állandó kérdező volt ebben a műsorban. Az ORTT akkori jelentése szerint a műsorban nyomasztó volt a balliberális oldal megjelenésbeli fölénye, a több rétegű, a megjelenések számszerűségét taglaló kvantitatív vizsgálati eredmények alapján különösen legintenzívebb kampányidőszakban volt ez így. Gréci képviselő úr ennek aktív részese volt, ennyit az agitációs propagandáról. Utalnék az alaptörvény rendelkezéseire, amit beemeltünk, amik kimondottan kimondta, hogy kampányidőszakban gyakorlatilag térítésmentesen is biztosítani kell a megjelenést a közmédiában a pártoknak, a résztvevőiknek. Az más kérdés, hogy kinek mekkora a súlya, és mondjuk mennyire tart közérdeklődésre számot az a tevékenység, vagy az a meghirdetett esemény, amelyet önök beharangoznak. Sokszor már a címe elriasztja egyébként a tudósítókat, de nem akarok önnek média továbbképzést tartani, nyilván önnek ez a szakterülete, és talán ezzel jobban meg tud birkózni, de az eredmények azért vitathatatlanok, tehát az április 8-ai listázása a közvéleménynek,
az gyakorlatilag. Akkor visszautalnék arra a népszavazásra, amit önök szintén úgy tálalt van, amikor a blogjában, hogy gyakorlatilag a népszavazással akadályozta meg a Fidesz azt, hogy az igazi gyurcsányi reformok érvényesüljenek. Én azt mondom, hogy a népet tiszteletben kell tartani és a döntését is. Ezt nehéz önöknek megszokni, mert több évtizedes elmaradásuk van. Köszönöm a figyelmet.